Sziasztok! Egy perces társasjáték ismertetők című sorozatomban egyetlen percbe sűrítve ismertetek és értékelek társasjátékokat. Kuruzslók Quedlinburgban. 2018-ban gyorsan elképesztően népszerűvé vált ez a pusjorlák típusú családi játék, mely azóta már a BGG 64. helyén áll. A játékosok mindenféle összetevőket kutyolnak össze üstjükben, hogy övék legyen a legtöbb pont. A saját húzózsákjába mindenki különböző növényi és állati származékokat jelképező jelölőt tesz, és abból egyesével felhúzza a jelzőket. Minden összetevő saját játékonként változó képességgel rendelkezik, de vannak összetevők, amiknek kihúzása az üstünk felrobbanásával fenyeget. A mi döntésünk, hogy ennek ellenére húzunk-e még további jelzőt, vagy inkább megállunk és a biztosra megyünk. Ha mindenki kész, új összetevőket vásárolunk a zsákunkba, és jöhet a következő kör. A kuruzslók Quedlinburgban végén a legtöbb pontot szerző játékos a győztes. A játék szerencsefaktora óriási, ha valaki már az első húzásainál rossz jelzőket húz, nagy hátrányba kerülhet, annak ellenére, hogy a lemaradó játékosokat igyekszik kárpótolni a játék. További negatívum, hogy a jelzők a folyamatos fogdosástól hamar megkophatnak, érdemes szerezni hozzájuk érmetartó kapszulát. A kuruzslók ennek ellenére ideális családi játék, mert izgalmas, a zsáképítéses rendszere szerethető, ha pedig valakinek felrobban az üstje, az mindenki számára garantáltan emlékezetes lesz. Értékelésem belépőszintű családi játék.